Június 23-án országszerte ismét megrendezik a nagy sikerű múzeumok éjszakáját, amiből 60 kulturális intézményei sem maradnak ki. A tavalyi évhez hasonlóan a Hatvani Lajos Múzeum ezen az estén ismét színes programokkal várja az érdeklődőket, így többek között előadásokkal, táncházzal, népdalokkal és színházi műsorral is készülnek a szervezők. Lesz egy néplasz kutatónk előadása a Szent Iváni hagyományokról, lesznek árusok, köztük gyógynövényesek, Szegedről is jönnek, és Szegedi Hölgy fog előadást tartani gyógynövények felhasználásáról régen és most. De a Görbetükör társulat fog előadni Boszorkák és Mágusok címmel egy kisebb színdarabot, és a fő műsor pedig 21 órakor kezdődik, az pedig a Hévíz Györki Aranyalmal hagyományozó csoport népdalének, táncház, tánctanítás, tűzugrás repertoárra fog jelentkezni. Ezen az éjszakán az állandó és az időszakos tárlatok is megtekinthetőek lesznek, így a legújabb Beatles és a 20 éves a 60 TV kiállítások is várják majd az érdeklődőket. Mindezek mellett a Cukorgyári Emlékház is nyitva tart ezen az éjszakán. Az ottani kiállítás részletesen bemutatja majd a 60 gazdasági életében meghatározó szerepet játszó cukorgyár történetét, s a tárgyak között a műszaki eszközök iránt érdeklődők pedig igazi ritkaságokkal is találkozhatnak majd. Továbbá a gyűjtemény gondozói vetítés keretében előadást tartanak a cukorgyári kastély történetéről is. A Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeumban is érdekes programokkal készülnek erre az estére. Mivel 2018 a családok éve, ezért a múzeum ehhez a tematikához kapcsolódva számos családoknak szóló rendezvénnyel, interaktív tárlatvezetéssel és különböző érdekes játékkal készül az éjszakára. Lesz egy családi csapatépítő programunk, szerintem ez lesz az egyik legizgalmasabb, ugyanis olyan kalandokra invitáljuk a családokat, ahol a minden tagjának szüksége van a tudására, kreativitására, ügyességére, és egy nagyon jó közös időtöltés lehet ez a családok számára. Ezen kívül lesz kézműves foglalkozás is, világító rovarokat fogunk készíteni, és ennek pedig az lesz az érdekessége, hogy itt a múzeumban nem teljes világítás lesz, hanem félhomályban lehet megnézni a kiállításokat, különböző fényinstallációk lesznek, és ezekkel a rovarokkal a látogatók is beszállhatnak ebbe a látványosságba. A múzeumok éjszakáját idén már 16. alkalommal rendezik meg, s ilyenkor a legtöbb kulturális intézmény színes programokkal várja az érdeklődőket országszerte. A rendezvények 18 órától 23 óráig látogathatóak majd.